Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni, de mielőtt neki fogunk, el kell mondanom valamit. A másik oldalt, az encike, nem tudom már mi volt a neve, azt töröltem. Ezért egy újat hoztam be, amivel az operával vagyok benne, ezeket el kell indítani itten. És amit kell tudnatok, ezt a zenobiaeklablog.com-ot nem fogom többet odaírni a videókhoz, a YouTube-ra. Ez az egyik. A csoportba pedig meg fogjátok találni, ugyanúgy, mint máskor a linket. Aki nem tudja úgy, akkor ide bementek a tutoriálokhoz. Itt megtaláljátok a januárt, mert még mindig januárban vagyunk, és amit látjátok, ide áthelyeztem az összes leckéket, amik voltak ebben az évben. Meg szerencse, hogy nem több, mert ugyebár ezért az 1.15-ért nagyon-nagyon sok bajom volt. Egy személy, aki több névnek kiadja magát. És ha akármelyik leckére rákattintok, például ez ott az utolsó, az 1.16-os, akkor megjelenik nekünk így, ahogy régebb megjelent a lecke. Tehát ennyit az oldalról, most pedig ezt lezártam. Ezt a képet már mondtam, hogy el fogjuk készíteni. Behozzátok a színeket a színpalettából, és de még azelőtt, itt van ez az Aquello Losanos 4, valami, nem tudom milyen név, ezt a textúra mappába tegyétek be, akkor van két maszkunk, egy csíkos és egy vazsunak a máskülönben mind a kettő a vazsumaszkja, vazsunak egy famaszkja, ezeket a maszkokhoz, ezt a kettőt. Na most elkezdhetjük, tehát behozzuk a színeket, és a következőképpen állítjuk be. Háromszor hozzáadjuk a sötét zöldet, kétszer a feketét, egyszer a világos zöldet. Én már hozzáadtam az egyéni színekhez, és azon kívül itt úgy állítsatok be, hogy a világos zöld van előszínnek, és a sötét zöld van hátszínnek. Na most nyitunk egy 900x600-as üres lapot, és elkezdjük szűrők, meddi, vévilab 1-1, maradunk a lineáron. A harmadik színnek betesszük ezt a középszínt, vagyis a feketét, a negyedik színnek pedig a hátszínt. És tehát maradunk a lineáron, lesz 5, 0, 0, és oké. Újra bemenjünk a szűrők meddibe. Most pedig a Zortinti lesz be. Itten 300-tól 500-ig válasszuk, maradunk a 300-an, és a crosseden, és leokéztuk. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. Ezt a réteget megkettőzzük. A vízszintes tükrözéssel átdobjuk, az átlátsztalanságot pedig 50-re tesz. Bocsánat. 50-re tesszük. És élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Majd újra megkettőzöm. Ja, már meg ott kettőzöm, nem kell akkor. Maradunk ezen a felső rétegen. Bemenjünk a szűrők filter unlimitedbe. Innen pedig a BKG Background Designer 4-be. És kiválasszuk a Diamond Flip. Hagyjuk ezt a beállítást, ami itt van, és Apply.
szűrők, élesítjük újra a mikrokontraszt 12-vel. Most visszamenjünk ugyancsak a Filter Unlimitedbe. A BKG Kaleidoszkóp és az X-Tilemaker, ennek a beállítása lesz 110 és Apply. Újra visszamenjünk a Filter Unlimitedbe, maradunk a BKG Kaleidoszkóp X-Tilemakerbe, és ugyancsak 110-zel Apply. Na most szűrők, Filter Unlimited, a Simple, és innen pedig a Horizontal Grain és Apply. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. A beállításokkal adjunk neki egy árnyékot, az lesz 50% és egy 25-ös sugár. Árnyék egyesítés, és újra beállítások árnyékolás, de most pedig mínusz 5 és mínusz 5. Oké, és árnyék egyesítés. Sokat nem látunk, mert mivel hogy 50%-on vagyunk. Na most vesszük a kijelölőt és ezt a jobbra fordított háromszöget, és ezt a háromszöget itt kijelöljük, így, amit megkettőzünk. Újra megkettőzöm, a vízszintes tükrözéssel átdobom, majd a kézi beállításokkal, mert sokkal könnyebb, megfogom és automatikusan itt a jobb felsőre teszem a kijelölést, és leokéztem. Egyesítem a kettőt, így. Na most a következőkben menjünk akkor tovább. Behozunk egy réteg új üreset. Oké. Amit kitöltünk az előszínnel. Bemenjünk a maszkokhoz, és megkeressük, hát nem ez a maszk, Vazsunak a csíkos maszkját, tehát csíkos 3, az más különben a neve, leokéztem. És átváltom a színeket úgy, hogy az alap sötét legyen. Oké. Na, a következőkben a szűrők, bemenjünk a Filter Unlimitedbe újra, innen pedig a Tramagas, vagy Tramagas, To the Line, hagyjuk ezt a beállítást, és Apply. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. A beállításokkal adunk neki egy árnyékot, az lesz 50%, egy 25-ös sugár, oké, árnyék egyesítés, és újra a beállítások árnyékolás, most pedig mínusz 5, és mínusz 5, oké, és árnyék egyesítés. Hát,
megfogjuk ezt, és egy kicsit arrébb toljuk, de vehetjük a kézi beállításokat is, így kézi, lesz, fent lesz 125, és mínusz 5, mínusz 125, és mínusz 50. És leokéztem. Na most, vesszük ugyancsak a kijelölőt és a téglalapot, és itt az utolsónál megfogom, és ide készítek egy ilyen téglalapot, de elmondom nektek a kézi beállításokat. 219, 0, és OK. Behozok egy réteg új üreset, megjelenítjük a kijelölőt, és kitöltjük a hátszínnel, vagyis a sötét zölddel. Most meg bemegyünk a maszba, és kikeressük vasnak a fát, a fáját. Ugyancsak itt is a színeket átváltjuk, hogy az alap fekete legyen, és oké. Szűrők élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítem. Szűrők merített textúra, merített papír. Szűrők textúra, homokkő. Így. A beállításokkal pedig adunk neki árnyékot. Az lesz 5, 5, 50%, és 15-ös sugár, árnyékegyesítés, és újra a beállítások árnyékolás, most pedig mínusz 5, és mínusz 5, oké, és árnyékegyesítés. A mappából most behozzuk ezt az első díszünket, kimásoljuk, ide elhelyezzük új rétegként. Hát tehetem ide is például, mondjuk. És de közben megnézem a képünket is, hogy vajon az hogy van, mert elég régen csináltam, az biztos. Ja, majdnem egészen fenn van, na jó van. Tehát akkor tegyük úgy, így körülbelül. Nézzétek csak, itt 43 és 4 a beállítása itt lent. Kijelölés, réteg kiválasztás. Kijelölés, összehúzás 10. Oké. Behozunk egy réteg új üreset, megjelenítjük a kijelölőt, és kitöltjük a hátszínnel, majd ide behozzuk, na, mit akartam, elment a kijelölőm, ide behozzuk ugyancsak ezt a maszkot, a vazsmaszkját, leokézzük, szűrők, leképezés, kontúr 3D, egy 380, hát egyszer mégse, egyszer lépjünk rá a nagy keretünkre, és szűrők elmosás, Gauss elmosás, adjunk neki egy 50-est, oké. Okay. És most szűrők leképezés, kontúr 3D, egy 380, oké. Okay. Utána kijelölés, réteg kiválasztás, szűrők leképezés, progresszív kontúr, egy 5-ös külsővel leokéztük.
kijelölés, elrejtése. Visszalépünk a felső rétegünkre, vagyis a fa maszkra, és a beállításokkal adunk neki egy árnyékot. Itt már lehet ez a 7-7-80% is a 7-es sugár, oké. Okay. És árnyék egyesítés. Ezt a réteget megkettőzzük, a vízszintes tükrözéssel átdobjuk, és egyelőre meg... Na nem, nem jó. Lépjünk csak vissza, bocsánat, nem vettem észre. Tehát így a fát és az alatta való réteget egyesítjük. Tehát ezt a, mi is ezt, rombuszt meg a fát egyesítjük. Most megkettőzzük, a vízszintes tükrözéssel átdobjuk, egyelőre hagyjuk ott. A díszünk egymá nem kell, ezért ezt bezártuk. Most a mappából behozom, na gyere mozogj, a második díszünket, vagy 10-2, ezt kimásolom, beillesztem új rétegként, és megfogom, és így elhelyezem. 133 és 220 a beállítása. A beállításokkal adok neki egy árnyékot, az lesz 50% és egy 15-ös sugár. Oké, okay. Árnyék egyesítés és újra beállítások, árnyékolás, most pedig mínusz 5 és mínusz 5. Oké, okay. És árnyék egyesítés, szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. 123, miután ezek megvannak, utána megnézzük, 123 és 210-re helyeztem el. Most megfogom ezt az átfordított trombuszt, és ide lehozom, és úgy helyezem el, hogy a kicsi gombocska rajta legyen, így, majd a gombot és a krombuszokat egyesítem egymással. Szűrők, élesítők, mikrokontraszt 12-vel az egészet még egyszer, és réteg, középréteg, vízszintes, na nem jó. Réteg, középréteg, függőlegesen, hát itt se fog jönni, mert, fog, mert túl nagy a rétegünk, de reméljük, hogy középen van. Lépjünk rá erre a nagy fára, és ezt helyezzük el a csíkos maszk alá. Tehát látjátok, így néz ki. A díszünk se kell már, most pedig réteg egyesít minden réteggel. Kép, külső keret, egy kettes a hátszínen, vagyis a sötét zölden. Kép, külső keret, egy kettes az előszínen, a világos zölden, és kép, külső keret, egy 50-es a sötét zölden újból. Így. Jelöljük ki a varázspálcával ezt az 50-est. Szűrők, meti, vévilap 1-1, a lineárról állunk a radiánra, feltesszük 5-re, tehát 5-0-0. A színek pedig a, tehát sötét, zöld, világos, a másodikat tegyük feketére, így. A harmadik színünk lesz az előszín,
és a negyedik szín újra a hátszín. Tehát hátszín, fekete, előszín, hátszín. Leokéztük. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. Oké. Kijelölés, inverz kijelölés, szűrők, leképezés, progresszív kontúr, egy ötös külső, oké. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás, 25. Kijelölés, inverz kijelölés, szűrők, textúra, más. Most pedig ki fogjuk keresni azt az Aque Losanos 4, így. 50, az arányát tegyük fel 120-ra. Tehát 50, 120, 0. Oké. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Szűrők, adjunk neki textúra merített papírt egyszer. Kijelölés, inverz kijelölés. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Egy ötös, de vegyük ki a pipát a külsőnél, és oké. Kijelölés, elrejtése. Na most a következőkben behozzuk a mappából a csajunkat. Ezt kimásoljuk. Ide helyezzük új rétegként. És hát ott kellett volna hagyjuk, de mindegy, szabad átalakítással tegyük fel 130-ra, és helyezzétek úgy el, valahogy így jó lesz, így jó lesz. Tehát ennél a levélnél látjátok van az egyik keze, a másik nem számít. Szűrők. Nem élesítem, mert nézzétek meg, hogyha a mikrokon élesítjük, akkor még elmegy. De ha szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel, akkor már nagyon csúnya itt a lába a csajnak, és inkább csak élesítés, élesítéssel legyen. A beállításokkal adjunk neki egy árnyékot. 5, 50%, egy 15-ös sugár, árnyék egyesítés, és újra beállítások, árnyékolás, most pedig mínusz 5 és mínusz 5, oké, és árnyék egyesítés. Réteg új üreset hozunk be a szignónak. Szűrők, fotó PNG, hát ezt nem is muszáj olyan nagy igazság szerint, de teszem 70-re. Oké. Ráállok fényességre, és domborítom domborítással. Réteg, egyesít minden réteggel. Csak annyi maradt hátra, hogy a képet most méretezzük 800 pixelre. Így. Hát ennyi volt a mai leckénk, amit még el szeretnék mondani. Nem mindenki felteheti akárhova az elkészített képeteket, csak annyira kérlek, hogy a linket, hogy Zenobia, mit tudom én mi, ne tegyétek ki. Aki el akarja készíteni, jelentkezzen a csoportunkba, nagyon szívesen fogadunk mindenkit, és akkor elkészítheti. Vagy ha tényleg olyan ismerősök, akit nagyon jól ismertek, nagyon szívesen adhatjátok neki át a linket. Csak vigyázzatok, nem Ági vagy Évike. Bocsánat, hogy mondom, de nagyon az idegeimre mentek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Mindenkinek egy kellemes hetet kívánok. Sziasztok!